Sziasztok! Engem Tóth Pálnak hívnak, ez pedig az Amplitudós, az MVM csoport mindennapi energetikai kérdésekkel foglalkozó sorozata. Pascal, fáradtnak tűnt. Gyere, töltődjünk fel egy kicsit. Ebben az epizódban is energiatakarékossággal fogunk foglalkozni. Újabb tévhitekről fogjuk lerántani a leplet. Itt egy jó kis mobiltelefon, itt egy jó kis töltő, tehát most megmérjük azt, hogy ha éppen tölt ez a töltő egy mobiltelefon, mekkora a teljesítménye? Durván 13,7-14 watt, amit fölvesz. Hát akkor nézzük meg, hogy mi van akkor, hogyha benne felejtjük a töltőt a konnektorban. Vegyük le róla a mobiltelefont. Gyesztusom, 0,0 tized watt. Cselezzük ki, és ne egy mobiltelefon töltőt dugjunk rá, hanem többet. Nézzük meg, hogy mennyi. Még mindig nulla. A kettőnek az együttes fogyasztása nem éri le az 1 wattot. Tegyünk rá egy harmadikat. Tegyünk rá egy negyediket. Még mindig nulla. Mert hogy ezek már kapcsolt üzemű töltők, ez azt jelenti, hogy ha nincs rádugva semmi, gyakorlatilag kikapcsolja magát. Egyébként hoztam magammal egy régi transformátoros töltőt, ugye ez nem kapcsolt üzemű, ebben van egy trafó, tehát ha ezt dugom rá a teljesítménymérőre, akkor azért az fog valamit mutatni. Igen, ez 1,4 wattot. De ha most összehasonlítjuk a melegvíz forralóval, nézzük meg, hogy az mennyit fogyaszt, ráadásul be is kapcsolom, látjuk 1740. Te Pascal, valami Lulu nevű kutya telefonál, nem téged keres? Hasonló tévhit az is, hogy az energiafelhasználásunkat az úgynevezett készenléti fogyasztás rettentő módon megnöveli. Itt ez a monitor, és ezt a monitort fogom most a teljesítménymérőre csatlakoztatni. Nézzük meg, hogy most mennyit mutat. 0,9 wattot, tehát 1 wattot. Ez mennyi? 1700. 1700 az része. Tehát kérném szépen, ezt az 1 wattot se pazaroljuk el, de ne gondoljuk azt, hogy ez jelentősen befolyásolja az energiafelhasználásunkat. Újabb energiatakarékossági tévhitekről sikerült lerántanunk a leplet. Ha tetszett, iratkozzatok fel az MBM csoport YouTube csatornájára, és újabb izgalmas témákkal, érdekes kísérletekkel jelentkezünk.